van-e neked színes szervezet, aki megmaradt-e? Van amennyi maradt? Alig egy hét van hátra a nyári szünetből, szeptember 2-án kezdődik a 2024-25-ös tanév. A családok már lázasan készülnek az iskola kezdésre, így a papírírószerboltok ilyenkor megtelnek vásárlókkal, akik még az utolsó pillanatban szereznek be egy-két tanszert. Az általános iskolásoknak ilyenkor számos iskolai eszközzel kell készülniük, ebben a fehérvári üzletek lelkesen nyújtanak segítséget. 142 iskolatáskával készültünk az iskola szezonra, és folyamatosan adtuk el, folyamatosan rendeltük, úgyhogy szerintem egy óriási választékkal tudtunk szolgálni. Reméljük, hogy mindenki megtalálta a saját ízlésének megfelelőt, ebbe is segítséget nyújtunk, hogy melyik iskolatáska, melyik évfolyamnak a kisgyermek hátára hogyan a legoptimálisabb. Ebben a belvárosi papírírószerboltban azzal próbálták megsegíteni az iskola kezdést, hogy az első osztályt vezető tanítónéniktől bekérték a tanszerlistát, amelyből egy előre összeállított csomagot készítettek. Így a kisiskolások szüleinek nem kellett egyesével megkeresni a kívánt eszközöket, egyben átvehették őket, és így azt is elkerülték, hogy valami esetleg kimarad. A tanárnén kiválogatja azokat a felszereléseket, amivel ő egész évben szeretne dolgozni, és mindenkinek egységes lesz a felszerelése. Második osztálytól negyedikig már nem állítjuk össze, mert ott nagyon sok pótlás van. Ott már megyünk a szülővel, és elmondják, hogy mi az, ami maradt, és mi az, amire szükség van. Szerencsére szeretik, válaszom az, hogy szerencsére nagyon szeretik az elsősök az összeállított csomagot, és szeretik azt, hogyha a negyedik osztályig segítséget nyújtunk a csomag összeszedésben. A szülők és gyerekek már júliusban elkezdték a beszerzést, de azért ilyenkor is akad még olyan, ami kimaradt a listából, és esetleg még pótolni kell. Így a nyári szünet utolsó napjaiban rengeteg vásárlóval telnek meg a fehérvári üzletek. Második osztályt kezdjük most, és van segítség is lista, de megnézzük, mi maradt meg a tavalyi évről, és akkor azt kiegészítve vásárolunk. A szeptember 2-ai tanévkezdés előtt még a jövő héten várják az iskolásokat a papírírószerboltok, hogy mindenki megfelelően felkészülve vághasson neki az új tanévnek.